Most le fogunk menni az alagút aknájába, 20 méterrel a föld alá, ahol a tuszokat megölték. Az izraeli hadsereg szóvivője Daniel Hagari mutatta be a helyszínt. Ebben az alagútban borzasztó körülmények között tartották őket fogva, ahol nincs levegő, hogy nem lehet felállni, ők mégis kitartottak. De aztán meggyilkolták őket a terroristák. Ez az ő vérük, ez Hersh, Eden, Carmel, Orly, Álmog és Alex vére. Ők hősök voltak. Ebben az alagútban voltak napokig vagy hetekig, ezt ki fogjuk deríteni. Hagari emlékeztette a nézőket, hogy akár 101 túsz is lehet még a Hamas fogságában, akik közül nem lehet tudni, mennyien vannak életben. Benjamin Netanyahu megígérte, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy visszahozzák a túszokat és megnyerjék a háborút. Izrael túszokügyét képviselő küldöttje, Gel Hirsch a Bloomberg News-nak azt nyilatkozta, Izrael felajánlotta Yahya Sinwarnak, a Hamas vezetőjének, hogy biztonságban távozhat Gázából, ha a terrorszervezet feladja a terület irányítását. Ez akár a még életben lévő túszok szabadságát és a háború végét is jelenthetné. Mindeközben Netanyahu erősen kritizálta a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét, aki Gázában elkövetett háborús bűncselekményeknek vádjával arra szólította fel a bíróságot, hogy azonnal adjanak ki elfogató parancsot Netanyahu és az izraeli védelmi miniszter ellen. Netanyahu szintiszta, öncélú antiszemitizmusnak és elsőrendű erkölcsi kudarcnak nevezte az indítványt, valamint a bíróság tevékenységét politikailag elfogultnak nevezte. Kedden a svájci parlament alsóházában viszont megszavazták az UNRWA, azaz az ENSZ palesztin menekülteket segélyező ügynökségének nyújtott pénzügyi támogatások azonnali beszüntetését. A döntést még a svájci szenátusnak is el kell fogadnia, azonban a törvénytervezetet benyújtó képviselő a Jeruzsálem Postnak azt mondta, az UNRWA iskola arra tanítják a gyerekeket, hogy gyűlöljék a zsidókat és Izraelt. A terrorizmus felmagasztalása által antiszemitizmus szítanak, és amíg erőszakra bújtanak fel az UNRWA iskolákban, addig nem csoda, hogy olyan kegyetlen terrorcselekmények történhetnek, mint az október 7-i. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.